Szevasztok, Peti vagyok és az Ava Group média csatornát nézitek, ennek is a sorozatunknak a negyedik részét, amiben a végén el fogjuk készíteni a németországi adóbevallásunkat, pontosabban az enyémet, de ennek a videósorozatnak az alapján ti is el tudjátok készíteni saját adóbevallásaitokat. Úgyhogy itt a legjobb alkalom, hogy feliratkozzatok a csatornára, és osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, akik esetleg szintén Németországban dolgoznak, és szeretnék ingyen elkészíteni saját adóbevallásukat. Úgyhogy vágjunk bele! A mai epizódban arról beszélünk, hogy milyen nyomtatványokra, dokumentumokra van szükségetek az adóbevallás elkészítésére, illetve mi mindent lehet elszámolni az adóbevallásból, amikről én tudok. Nyilván lehet még rengeteg egyéb dolog, amiről nekem nincsen információm, én nem vagyok adótanácsadó, viszont én saját magam készítem az adóbevallásomat, úgyhogy vágjunk is egyből bele. Az első és a legfontosabb dokumentum, amire szükségetek van, amit minden év végén, vagy hogyha befejezitek a munkát egy adott munkaadónál, akkor a kilépéseteknél kell és kötelező, hogy kapjatok, és hogyha nem kaptok, akkor azonnal vernetek kell az asztalt, mert szükségetek van rá. Ezt pedig úgy hívják, hogy az Ausdruckter elektronische Lohnsteuerbescheinigung für, jelen esetben 2018. Ez egy DIN A4-es lap, amiben Jobb oldalt, vagy hát nektek most hogy van? Mindegy. Tehát bal oldalt ott van a nevetek, és ott van, hogy hány napot dolgoztatok, hány napot voltatok betegek, kaptatok-e gyerek után fizetendő szabad összeget, és egyebek. És a legfontosabb, az a lapnak a jobb oldalán van egy hosszú lista, egy táblázat, egytől 34 ig van számozva és minden egyes sormak a végén ott van egy összeg. Ez a számozás azért fontos, mert például a 22-es mező ezen a lapon, az majd az adóbevalláson is a 22-es mezője lesz az adóbevallás kérdőívnek, tehát gyakorlatilag idióta biztosan ennek a lapnak az alapján ki tudjátok tölteni az adóbevallásotokat. Abban az esetben, hogyha gyalogjátok minden nap munkába, reggel 8-tól estig dolgoztok, nincsen semmilyen biztosításatok, mert egyebek, ezzel a lappal el is intézzétek az adóbevallást. Ellenben, hogyha autóval jártok munkába, akkor elszámolhatok egy bizonyos kilométer pénzt, nem túl sokat, a munkába járáshoz. Ehhez van az adóbevallásban, majd meg fogom nektek mutatni, egy megfelelő rublika, ahol beírjátok, hogy naponta hányszor, hány kilométeres utat tettél meg a munkahelyedre. Figyelem, hogy hogyha ezt el akarjátok számolni, akkor simán a számítógépen, a Google Maps-en csinálsz egy útvonalat, itthon, munkahely, és ezt az oldalt kinyomtatod. Tökéletesen megfelel, igazából még alá se kell írni, nyilván nem árt, hogyha aláírjátok, és ezt E, hogyha az adóhivatal kéri, ugye mivel most elektronikusan csináltátok meg az adóbevallásotokat, ezért az adóhivatal, a, ugye ez a Lonshoyerbe, Shiny bung, ez neki is megvan alapvetően, vagy hát meg kéne, hogy legyen, ebben az esetben nem, de hogyha mindenféle ilyen extra dolgokat adsz, akkor kapsz egy levelet, hogy akkor vidd be, vagy küldel postán az adóhivatalhoz a te papírjaidat, amit mi most itt éppen mind megbeszélünk. Én azt javaslom, hogy vigyétek el személyesen, mert akkor biztos lehetek benne, hogy megérkezik, és mindenféleképpen kérjetek egy átvételi elismerményt. Nehogy az legyen, hogy elvittétek, odaadtátok, aztán azt mondja, hogy hm, mi azt nem lehet. Sorry. Tehát, kell egy térkép, itt lakom, itt a munkahelyem, kettő között van két kilométer, és bőven elég ezt kinyomtatjátok egy Diná 4-es oldalon. Na most a következő, és mint mondtam, én annó 3000 eurót igényelhettem vissza, az első évben, mikor itt Németországba igazából másodszor elkezdtem dolgozni, márpedig azért, mert az én feleségem otthon dolgozott Magyarországon, és el lehet számolni, most nem az, hogy minden héten, de mondjuk havonta egyszer, a kis szerencsétek van, talán kétszer is, bár nem nagyon érdemes feszegetni a hurt. Én úgy emlékszem, hogy havi kétszer, tehát két hetente el tudtam számolni, hogy én hazamegyek a feleségemhez, autóval meg vissza. Ez ugyanúgy működik, Google Maps, Németország, itt dolgozol, Magyarország, Budapest, itt van a feleséged, vagy nem tudom én, Nyíregyháza, és a kettő között van 900 km akkor oda, vissza, heti kétszer, tehát az évben ugye 104-szer, elszámoljátok ezt a 1800 kilométert, rengeteg adót tudtok ezzel megsporolni. A következő pedig az, amikor kiköltöztök. Ugye mi két turnusba költöztünk ki, egyszer kiköltöztem én, és egyszer kiköltözött a feleségem. De amikor én kiköltöztem, az is úgy volt, hogy egyszer kijöttem autóval. Azt elszámoltuk. Utána kijött egy teherautó utánam, annyi tudca, amire nekem szükségem volt. A teherautóról kell egy sima számla, ugye magyar szokás áfát számla, amit beraksz az adóbevallás mögé, és már is csökkentheted az éves bevételedet a teherautó számlájával, lehet blöffölni, nem éri meg, de egy ilyen 1000-1500 eurót azért elfogadnak. Maradjunk abban. Utána kiköltözött a feleségem, ugye, ő is autózott egyet, és ő utána is jött egy teherautó. Teljes egyetemben megvolt. Ő kihozta az ő cuccait, nagyobb lakásba költöztünk, talala. Ahhoz is számla, és már is csökkentetted, az éves bevételedet, tehát kevesebb adót kell fizetni, évközben havonta fizetted az adót, tralala, túl vagy fizetve. Tök jó, kapsz vissza pénzt. Ha Németországon belül költözöl, azzal is csökkentheted az adóbevallással, sőt, hogyha költöztető cégtől szerzel számlát, vagy hát költöztető céggel költöztető, igen, költöztető. most olyan ö, adócsalás, de, de, ha van számla, hogy költöztető céget el tudod számolni az adóbevallásoddal. Ha hazajárásnál elfelejtettem, hogy a temetésre kell hazamenned. Tehát nyilván közvetlen rokonról van szó, tehát anya, apa, gyerekek, jó? Tehát komoly dolog, akkor az az út is elszámolható. Sőt, azt olvastam, hogy még a tevetés költsége is elszámolható Németországban, hisz te itt keresed a pénzt, itt kerested meg azt a pénzt, amiből aztán otthon Magyarországon a szeretteidet eltemetted. Ö, én ezt nem számoltam el. Állítólag elszámoltam, nekem is utólag szóltak, hogy te hülye vagy, hát elszámolhatod volna a temetést. Jó, tehát ennek kicsit utána kell googliznotok, de elvileg lehetséges az is meg volt a költözés, számla erről a, elszámolható a bankvezetési költséget, tehát tegyük, fel, vagy, akkor minden hónapban fizetsz két eurót a bankszámlád után, ezt ugye nem tudsz erről papírt adni, ez általában relatív kis összeg, ezt el is szokták fogadni, tehát beleírod, hogy mit tudom, kiszmolod, nekem több bankszámlám is van, ezért évi 54 euró számlavezetési díjam van ez nem kell semmilyen papírt mellé rakni, ezt elhiszik. A következő a biztosítások. Ú, nagyon fontos, biztosítások. Minden biztosítás kivéve, ami személy gépjármű biztosítás. Azt el lehet számolni. Miről van szó? Rechtsutzversicherung, jogi biztosítás. Haftpflichtversicherung, tehát a személyes felelősségbiztosításod. Hausratsverzicherung, tehát a lakásodban lévő ingosságoknak a biztosítása. A, akkor Lebensverzicherung, életbiztosítás, Unfallverzicherung, baleseti biztosítás, és, ö, és a lakásbiztosítás. Ezeket, mint hogyha van speciális üvegbiztosításod, ilyen ajblakban vagy ajtóban lévő ilyen, ilyen ö, na mondjad már, katedra üvegre, azt is, mind el tudod számolni. Azt szokták mondani, hogy érdemes az adóbevallásba tenni hibát, nehogy azt higgyék, hogy te aztán rohadtul profi vagy, ezért én például a KFC-t, tehát az autó kötelező felelősségbiztosítást is bele szoktam írni, ők azt majd akkor írnak, hogy hát azt nem lehet, de benne van a hiba, bocsi, buták voltunk, és akkor jól van. Ö, az ADAC-t a mai napig nem tudom, hogy el lehetne. Tehát nekünk van ADAC-nk, ugye ez a Német Autóklub. Hogyha valahol lerobbansz, akkor összeszednek, hazahoznak az autódat, hazahozzák, hogyha nem mozgatható és ilyenek. Ö, elvileg azt lehet, hogy nem, utána kéne googli. Jó, most ebben nem menjünk bele. Ö, oktatások. Tehát, hogyha téged a munkaadód, vagy te magad befizeted magadat egy ilyen oktatásra. Mondok nektek egy példát, én ö, voltam például ö, továbbképzés a ház elektrotechnikában. Ugye, hogy én projektmenedzser vagyok, és hogy a villanyszerelő az építkezésen nem kúrja át a fejemet, ezért elmentem egy ilyen oktatásra, ahol nagyon sok és nagyon érdekes dolgot megtanultam még, az egyetemi tanulmányaimon fölül arról, hogy hogy működik Németországban ez a, ez a, dolog. Na most erről kap számlát, az a számla szintén elszámolható, tehát számlát mellé csak, a ja, biztosításoknál nyilván minden év végén kapsz, hogy ebbe az évbe ennyit fizettél be, egy ilyen levelet mellé csapod az adóbevallásnak. Home office. A home office, ezt egy kicsit el kell magyarázni, mert lehet, hogy sokaknak idegen a dolog én home vagyok, tehát nekem ez azt jelenti, hogy ez a szoba, amit itt láttok, az én irodám. Hogyha én ebből az irodából kimel az ajtón, onnantól én dolgozom, tehát onnantól nekem jár a napidíj, és munkában vagyok. Nyilván, mivel ez az én irodám, ezzel nekem költségeim vannak, lakbér, villany, etc. stb. Ezért a német adórendszer lehetőséget ad, ugyan egy felső határig, ez legutóbb 1250 euró volt, tehát lehetőséged ad arra, hogy elszámolda a költségeidet 1250 euróig. Ez hogy működik? Le kell rajzolnod a lakát. Ugye nyilván kell a papíra munkaadótól, hogy te homofizos vagy. Igen. Utána le kell rajzolnod a egy autókedben, vagy hogyha szépen tud rajzolni, akár kézzel is, egy a lapra a lakást, ki kell számolni, hogy pontosan hány négyzetméter, és ki kell számolni azt, hogy az a szoba, mondom csak az a szoba, amelyik a te home office az hány négyzetméter, az hány százaléka a teljes négyzetméternek. Majd a lakbér szerződésedet hozzácsapod a, a, a adóbevallásodhoz, és ahány százaléka a lakásnak a te home office irodaszobád, annyi százalékát az évben befizetett lakbérednek visszaigényelheted. Igazából ez valami nálunk ilyen 2500 3000 euróra jön ki, de ezt így beleírod, aztán majd ő szól, hogy ja, de hát csak 1250-ig. Tehát jó, tehát többet ízbe, semmi baj nincs, nem kell számolgatnod, annál többet, hogy kiszámolt, hogy mennyi az éves, és ők majd azt vissza fogják redukálni a megengedett plafoni. Utána, nagyon érdekes, és nagyon kevesen tudják, az összes szolgáltatói munkadi, autószerelés, ha villanyszerelő kijön, ha a, a csempézel, ha festett, ha bármilyen szakipart megbízol, akkor ő neki a számlájából a munkadíj részt, tehát nem az anyagot, hanem a munkadíj részt elszámolhatod. Én is például ugye nekünk van autónk, minden egyes autójavítás után megtartom a számlát, lehet ez 20-30 számla is, és mindig az például az autójavítás, föl vannak készülve, van a számla, rajta van a számlán, hogy mit tudom én, ennyi volt a kipufogó, ennyi volt az izzó, ennyi volt a, az ilyen-olyan anyag, bruttó ennyi, és legalul az lap alján pedig van még egy kis sáv, hogy munkadíj része az egész számlának, mondjuk ennek a 800 euróból 250 euró munkadíj volt. Csak példa kedvér, ezzel a 250 euróval csökkentheted az éves bevételedet. Van nekem egy kollégám például, ő nagyon fifikás az ilyen adóügyekbe, azt hiszem a testvére, adótanácsadó, és őt is nagyon érdekli, holott nem ebben ezen a téren dolgozik, viszont ő nagyon sokat szeret ilyen dolgoknak utánolvasni, ő még az akta táskáját is elszámolta, a, ő elköltségelte az adóbevallásba, kapaszkodj meg, azt kell ráírni, hogy ez a te uzsonnás táskád. Beszarsz, nem lehet, tehát, hogy te ezzel nap, mint nap mész az ügyfelekhez, hanem, hogy te ezzel hordod be minden nap a kajádat a céghez. Uzsonnás Ezért mondom, millió egy dolog van, utána kell olvasni, nyilván ezután már Szerintem kevésbé fontos dolgok jöhetnek. De hát lehet, hogy a ti életetekben van valami olyan dolog, ami kiad, talán több ezer eurónyi kiadást évente, amire én nem tudok gondolni, mert az én életemben nincs meg. Úgyhogy olvashatok utána. Jó. Öm. Ennyi volt ez a rész mára. Köszönöm, hogy velem voltatok. A következő részben pedig eljön végre a pillanat, belépünk az Eszter programba és elkészítjük az adóbevallásomat, úgyhogy gyertek vissza legközelebb is, addig is tartsatok ki. Szevasztok!